Sí, de obvio. Algo. Sí. Es la canción. Hello. Sziasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Jó, hogy beszélgetünk ki, nagyon örülök, hogy végre tudjunk beszélgetni, mert már régóta akartam veled beszélni, de nem tudtam, mert nem bírtalak, hogy nem tudtam, hogy hol jelöljelek be. És végre legalább tisztázhatom azt, hogy nem én csináltam vele az egész dolgokat, hanem valaki egymás ellen húzott minket. Egymás ellen húzott minket. Azt akarták elérni, hogy mi összevesztünk. Persze nyilván megurultál, mint mondtál te is mindenfélét, én is mondtam, hogy hú, bárcsak beszélik veled, és akkor majd megmondanám én neked, hogy mi van. De egyszerűen Viola nem tudtam mit csinálni ezzel, és mondom, akkor live-ba gyűlök, és akkor legalább hallja mindenki. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel. Beletek, szia drága Irénkém, édes csillagom, semmi baj nincsen. Sajnos összeugrasztottak minket. Igen. Aplikálják a videóimat, édesem, tudom, ketten nekem kell, is, hogy bejelentsük őket, hogy hagyjanak minket békében. Sziasztok, drágám, sziasztok! Jaj, te szép lett a hajam, nagyon most vörös. Igen, most inkább minden színű, igen. Igen, édesem, nagyon szép lett így. Tehát valamivel jobb, mint ez a másik volt. Sziasztok, sziasztok, üdvözöllek benneteket, üdvözöllek. Csabó, Juli, Judit, szia! Mindenkinek szia! Itt vagyok a pitár. Osszad, Irénkém, a live-ot, osszad, drágám! Osszátok gyorsan a live-ot! Varga Irénke itt van velünk, és énekelsz nekünk, ugye, csillagom? Hú, értem! Nem voltam felkészülve rá, de talán! Oké! Rendi! És gyerekek, azt akarom tisztázni, hogy tudjátok meg azt, hogy a Violát ellenem húzták, és semmit a Viola nem tudott terül, hogy most miért húzzák ellenem, vagy ő miért beszél rólam így. Te gyerekek, egyszerűen néhány ember azt akarta, sziasztok, Berbolic, szia Julia Gurasová, szia drága, szia mindenkinek, nem tudom a neveteket kimondani. Ha, visszatérve dolgokra, igen, Varga Rihanna, jó estét. Már nem vagyok Rihanna, Varga Iréne nevem. Tehát azt de már Rihanna vagy, én azt adtam neked, hogy olyan a hangod, mint a Rihannának, azt tudod, emlékszel még rá, egy nagyon szeretettel fogadtalak téged, drága csillagom. És igen, most igen, mondd igen meg, hogy adtál te nekem pénzt, édesem, mondd meg, légy szíves. Viola, 4000 valamennyit tudtam odaadni, persze 7-8000 forint lett volna a de kinek a kb. A belépít, de 4000 valamennyim volt, kérdeztem tőled, hogy de kinek mennyire adtad, mert én befizettelek téged a műsorba. Kinek nem, nem mondhatnám, hogy befizettél, hanem a főnököddel beszéltem, és ő engedte meg, hogy be is ok, meg különben nem működött volna nyilvánvaló, hogy nem, talán, mert ugye kevesebb volt a pénzem, mint amennyit ott elvárható volt tőlem, és sajnos így alakult, de ez már régi múlt. Tehát azóta én veled nem találkoztam. Meg, hogy azt nekem adtad, légy szíves, tisztázad. Figyelj, nézd, én a kezedbe adtam a felét, hogy a másikkal hogy egyezte meg a főnököt, de nem tudom. Nem tudom, Violán, hadd is nem akarok. Igen, a kezedbe lett adva, a pénz, amennyit oda tudtam adni a négyre, valamennyi drágám, a többit nem tudom, hogy nekem tudom, hogy többet kellett volna adnom, de kezedbe adtam. Erről vitát nem is szeretnék nyitni, Viola. Mindketten hibások voltunk. Én azért, mert utána begurultam rád, hogy csak találkozok veled, és megmondom. Te meg annyiból voltál hibás, hogy te se maradtál ki abból, hogy engem aláztál, beszéltél mindenhol rólam, drágám. De semmi gáz, fájtlat borítok el. Te nem adtál pénzt, úgyhogy ezt vond vissza most, de azonnal gondolkodj egy kicsikét. Nézd, én nem tudom, mit mondtál, hogy kinek adtad a pénzt. Nézd, a párom élő tanulának én is, hogy odaadtam a kezedbe a 4000 valamennyit. Embernek odaadtam a pénzt, a többit odaadtam a pénzt embernek, a főnöknek, és mondtad, hogy már meg egy vele osztod meg a többit, nem tudom, hogy ő vele, hogy egyező meg. Én odaadtam a pénzt embernek, utána mondván, hogy neked odaadta, így engedett be az ember. Mondtam embernek, hogy ennyi pénzem van. Igen.
Mondtam embernek, hogy egy Mondom, pillanat a nem adtál főnöknek. pénzt, ne állítsak. Én esküszök az Istenre, anyámra, az életemre, a gyerekeim életére, hogy egy forintot nem adtál nekem. Nem. Nem, nem neked, hanem a főnöködnek adtam oda, és mondta, hogy neked odaadja majd. Mondta, hogy neked Na odaadja, minden, úgy tudom. Én neked nem adott senki semmit. Azért tudom azt, hogy neked téged illetette a pénz, nem tudom. Nem Jó, kaptad nem meg hazudik, jó. Én Aha. nem hazudok. Irénke, mondd meg, hogy nem hazudok. Akkor biztos, hogy nem. Figyelj, megkaptál a pénzt a főnököttől, mert visszakaptad. Laci az emlékszik rá, hogy hogy volt, kérdezd meg a párodat. Értem, most nem arról van szó, hanem igen, a főnöködnek adtad, de hogy jól adta neked a pénzt. Nem. Nem? Akkor gyerekek nem. Akkor a Viola lának a kezébe nem került a pénz, hanem a főnöknek adtam oda. A főnöknek, ottani főnöknek, többről drágáim nem tudok, mert én utána fogtam magam a párommal, hazamentem. Ennyi volt az egész, utána Violával nem volt módon beszélni, mert sajnos utána kórházba is kerültem. Hunolyan bajom volt, hunolyan bajom volt. Én is örülök, drágám, sziasztok, édeseim, sziasztok. Tehát annyit akarok, Violám, tisztálni veled inkább főkép. Hogy hidd el, hogy én nem piszkáltalak, sosem mondtam volna rólad semmit. Mások hergeltek fel azért, hogy te megutáljál engemet, hogy te csúnyán beszéljél. Tudom, tettél téged tudom, is a hogy piáltak. Téged, és stb. Igen. Igen. Ahhoz nincs közöm, hogy téged egy ember megpofozott, nincsen közöm hozzá. Igen. Ja, és nem küldtem neked telefonkártyát, se levelet, csillagom, semmit. Elhiszem, elhiszem. Kézzel, Viola, még a nővényemnek is küldte. A Vodafone-nál, és a Vodafone mondta, hogy mindenki kapott egy telefonkártyát, csak véletlenül ugye tévjelettát írtak rá. Tehát nekem küldték, nem neked. Csak a te címedre. Igen, köszönöm, drágáim, köszönöm. Igen, tehát Viola, elhiszem neked. Ezt egyet tényleg elhiszem, hogy lehet, hogy nem te küldted, hanem valaki más küldte direktből a neved alá. Te egy gyereket én, nem a Viola küldte. Nem, meg tudod nézni. Meg a kulás dobozán is a rangszámot, ha elraktad, meg tudod nézni, hogy melyik postán adták fel. Ja. Máté Rosszás, te nem vagy jobb észre, mint én. Szerintem te vagy a bolond. Ne bolondázzatok le az irént, jó? Elnézést kérek, senki nem bánthatja. Jó, ha mennyi már. Nekem az irén az én hozzám tartozik a Diridári mulatósóba, hagyjátok békébe. Itt van, Violám, itt van. Aha. Jó van, drágám. Az ez egy rendes, vodafonos valaki, aki küldte. Nyugodtan használjad az én nevemre, küldték, de nyugodtan lehet a tiédé. Jó? Az, nem tudom, Violám, mert mondom, nem tudom, hogy ki küldhette, de nem egy belég mocskos szemét volt az, aki így kihasználta ezt egészet. De nem, mert a, most figyelj, de a feladó az, az nem. Hogy kinek küldték, az P. Violetta van ráírva, igen. Vagy Pikács Violetta. Igen, igen, igen. Hát, az egy jó vodafonos kártya, használjad, azt véletlenül a te címedre küldték. Pikács Violetta Fricsér. Igen, Pikács Violetta van ráírva. Tehát Pikács Violetta van. Oda küldték, mert beszéltem a Vodafonnal. Igen. Az egy jó kártya, nyugodtan lehet használni, telefonkártya. Igen, igen. Na most inkább főképp Viola azt ad, hogy arra kélek meg nagyon szépen, hogy se én nem foglak téged említeni, nem mintha említettek volna, mert én nem is tudtam, pedig nekem nem voltál meg úgy, mert nem voltál meg ismerősnek, most se vagy belőve, de viszont ne hallgassál senkire, szarjál le mindenkit, tedd, amit te szeretni, ha énekelni szeretni, hát akkor tedd azt. Teremd meg a magad körét, fészkelődj oda be, és ne törődjél senkivel. Jó van, drágám. Szabad le! Tedd félre minden problémát! Minden problémát tegyél félre! Most ahhoz, hogy van egy lakatos Matid, és el akarja venni az én Diridári mulatósó nevemet. Rám szálltak ilyen büdös bűnbanda, Mateszobsz Peti is, amit akar. A kérám is! Téged is engedi. Rám akasztott egy ideig. Igen. A kérám is rám akasztott egy ideig, de nem kell vele foglalkozni, szabad le, amit kitalálni. És közös erővel kell őket feljelentenünk. Mert a YouTube pénzek után járnak. Köszönöm, drágám, köszönöm, nagyon-nagyon sok vagytok. Igen.
Molnár Maria Martin. Oké, te se vagy egy fényes. Na úgy, hogy Viola, nem kezdem fogok, sokáig érám is rámakaszkodt ez a nem tudom milyen mateszosz valaki. És igen. Most állítólag elkapták. Elkapták, és valaki fel is jelentett őt, mert nagyon sok csajról kitett ilyen nem tudom milyen csúnya fotókat, és azóta felnyelte föld lekopokba. Hallod, kicsim? Engem megfenyeget állandóan ilyen szájmaszkal. És állandóan fenyeget téged is, engem is. Igen. Üzenget nekünk. De látod, Viola, hiába mész a rendőrségre, nem fog sajnos semmit tenni, Viola. Én is mentem, de viszont egy olyannal kell összebeszéled, aki tesz is ezért. Tehát legyen egy olyan köröd, aki biztos, hogy oda teszi magát. Na de figyelj, hogyha ketten tesszük meg a feljelentést, akkor már hívni fognak nekünk. Köszi Lajos lakós ma. Köszi! Szalai Bence. És te ismered ezt a lakatos Matildot, mert beférkőzött a életembe, akkor neked üzengetett, meg utána meg nekem lett az ellenségem. Igen, igen. Ismered? Nem, mondhatnám nem sem így, de neveket már annyian vannak meg érkának nekem, hogy így nem bírom valójában követni, hogy ki valójában mit akar. Mert én Viola azt csinálom, hogy azonnal tiltom, aki csúnyán beszél. Tehát az én live-om alatt ilyen nem történhet, Viola. Nem. Én tehát én alapjártom, kiszögedem, hogy itten csúnya beszél. Miket írnak, várják, ilyet ír. Ez a materosz tisztász, menj innen. Na várjál, tiltom. Igen, rengeteg faj Facebook page, igen, amit ti csináltok a másikról, szarháziak. Igen. Amit ti csináltok a másikról. A magukét. Igen. Gyerekek, itt csúnya beszéd ne legyen. Adjátok meg a tiszteletet, akárhogy is, akárhogy visegik, vagy akár mi van, az így csak idősebb nálatok. Adjátok meg a tiszteletet. Mindegy, hogy nem tetszik nektek, akinek nem tetszik, görgessen tovább. Igen. Köszönöm. Köszönjük, drágám! Irényém! Igen? Meg akarok alakítani egy nagyon-nagyon jó dilidári mulatósót, és megyünk fellépni is minden, stb. Jó? Rendben? Nem. Olyan, hogy oké, visszatérünk erre, de most nem tudok mit mondani, mert van menedzsmentem, van ügyvédem. Most Violán nem tudok mit mondani. Nem akarok hazudni, de 100 helyre, tudod, nem mehetek. 100 helyre, tudod. 100 helyre nem mehetek, tudod? Hát nem 100 helyre megyünk, majd ha véget ér a vírus, majd akkor megyünk ide-oda-amoda. Hát na. Testőrökkel, stb. Hogy soha senki ne tudjon bántani, se téged, se engem. Na, Ádám Pásztor, vicc. Köszi, Renike kis. Cseteinink, Marika. Köszi cselőteiné! Köszi Evelin Balázs! Igen. Így van, gyerekek, nem szabad csúnyán beszélni, légy szíves. Akárhogy is van. Ha éppen valaki talán, akinek nem tetszik, ne nézze, ez a legegyszerűbb dolog. Ez a legegyszerűbb dolog. Görgese tovább, és akkor tik se érdeskedtek meg a másik se. Értitek? Nem szabad csúnyán beszélni. Ő próbál összávai Henrietta. Próbálok, oké. És... Jó van, drágám. Énekelj nekünk valamit, kedvesem. Kicsim, énekelj. Oké, de csak egyet, jó? Jó. Oké, akkor küldök nektek egy dalt. Nótál Méri. Jalidali című dalomat fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel. Köszönjük szépen. Jalidali. Jali dali 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 dali, jali dali 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 dali, mert ide oda sakalok, mindjárt meg is mutatom, eszidít a szengemet, az én bolom felmet, hogy jali dali 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 dali, hát az én szívem, mert csak is téged szeret, hogy jali dali 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 dali, megettem már a fene, elszokom este fele, elszokom a világban, bebizonyítom kedvesem, hogy imádlak. Hát hopo popo popo tiri popo popo umma puma puma pa umma puma puma pa hopo popo popo tiri popo popo abba bati kung mensa ke vagy a mi mensa gyere táncolj nekem ha már a szeríteted a fejem
Gyere, gyere, táncolj velem, mert ide-oda sakalok, mindjárt meg is mutatom. Jali, dali, 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 jali, dali, 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 jali, dali, 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 mert ide-oda sakalok, mindjárt meg is mutatom. Köszönöm, drágáim, köszönjük köszönöm. Szépen, édesem, és hol készültek a stúdiói felvételek, mert nagyon jó a zenei alap. Igen, a Nótámér piros színű ruha az egy ilyen stúdiós volt, egyszerű stúdió, de valamiért nem tudott működni, mert a szerző nem engedte. Hát én beszélek a Nótámérivel, a menedzserével, mert nagyon jó ismerősöm, és próbálok a Nótámérivel beszélni, jó, drágám? Rendítsek, drágám, rendítsek. Hát itt mindenki szeret a live alatt engem. Igen, szeretnek, szeretünk. Mindenki szeret téged. Köszönöm, Lajos, lakodalmat. Köszönöm, Lajos. Igen. Gyerekek, tehát higgyétek el, mindegy, milyen szitu, de tiszteletet adjuk meg. Ettől jobb nem ki, amikor jó kedvű az ember, amikor jó lelkű az ember. Idős hölgy van itten. Igen. És adjuk meg a tisztelet, ez nagyon jó volt, köszönöm. Szívesen beállt a fodor. Itt Ávodon a műfázban csinálok egy ilyen estet, és nagyon szeretnek itt téged Ávodon is amúgy. Látom, látom. Ávodon. Imádnak. Igen, igen, Renike, és minkeltem. Megszervezem, és akkor jössz. Oké, rendi. Rendi. Jó van, gyerekek, jó van. Oké, a Violám, oké. Oké, Lajos lakodalmas, oké, köszönöm. Oké, gyerekek. Tehát gyerekek, megkérlek benneteket, hogy legyetek normálisak. Most lehet, hogy nehéz, valamilyen szinten nehéz, de figyeltek. Jobb az úgy. Nem mond rátok senki semmit legalább. Csak egy idős nővel látok szemben. Mindenkire rá kell hagyni, ki milyen lényegtelen. Tehát mindenki másról én is tudhatnék akármit mondani, de nem teszem, nem mondom, mert utána abban van a kavarkád, kavarodás. Tehát nem lehet. Jó van, drágám. Oké, Viola, akkor majd erre még visszatérünk, tehát légy szíves, Viola, ne hagyjad magadat befolyásolni. Valami van, fölhisz, vagy akármi, de hidd el, nem érdemes jó másokra már hallgatni. Én is már üzentem neked, igen, mert próbáltalak elérni, de sajnos nem tudtalak, hogy ezt megbeszéljük. Egyszer beszéltünk, mondtam, maradj otthon, ne menj ki a nyugati, hogy nehogy bajod legyen, tessék. Pofon is várjak téged, sajnos. Igen, ja. Sajnos elmentem kávéért, fejtett oda ki volt, illető. Az az én nagyon nem volt szép. Igen. Ja. Sajnos ja, elmentem kávéért. Ja, megérdez, hogy ezt csak szedjem össze a pénzt, és akkor sikerülni fog. Remélem, ha majd úgy van. Jó, igen. Van, drágám. Gyertek, akkor mondani, majd beerőlök benneteket. Oké, okay. Rendben. Oké, akkor később beszélünk. Hogy azért énekeljél még egy dalt, vagy kettőt nekünk, ha már itt van. Már mennem kell, Violám, mert reggel korán kelek, de jó van. Itt a piros, mert hol a piros? Hallják meg, ebből leszek milliómos. Drága teskokám, én megkeverem, mint a kátyát. A kocsalok, hát mikor látják? Nincsen annyi gyémánt, nincsen olyan szép már. Ha meg nélküled dobogni úgy szeret, szívből szeretlek. Ezért mondom, szeress engem, szebbé teszem én az életedet. Te vagy nekem, jó tudod minden, a mindenem az életem, a kicsike szerelmem. Gyere öreg, csókolj engem, fogom a kezem, drága kicsi kincsem. Megbocsájtom én minden bűnödet, úgy szeretlek, én úgy imádlak. Elfeledni, jaj, hogy tudnának, elfeledni a két szép szemet. Soha nem mondom, hogy Isten veled, jobban ragyogsz nékem, mind a nap az égen. Ha nem beöltöztetem, dévle én az egész életedet. És akkor itt a piros, hol a piros, hát mert tolok még itt illó zsama. Hát zsama, hát kevergettem, mint a kettet, akkor csalok, mikor látják. Figyelj, csumi, 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 itt a piros, na de hol a piros? Halljak meg, ebből leszek milliómos. Drága testvérem, én megkeverem, mit a kártyát, akkor csalok, hát mikor látják. Nincsen annyi gyémánt, nincsen olyan szép már, amelyik nélküled dobogni úgy szeret, szépbe szeretlek. Ezért mondom, szeressen gyermek. Én helyük el, felveszem a piros színű ruhámat ketten.
Új, nem tudom, hogyan. Várjál, Viola. Oké. Te felveszem a piros színű ruhámat. Igen, igen, igen. Ennyi, gyerekek! Igen, Irénke, nagyon jó a mulatósba, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szuper a hangja. És ő belőle egy hatalmas nagy énekes lesz, mert most hál' Istennek már fel tudtam vele venni a kapcsolatot. Most majd Irénkém, hallod, kicsim? Most Igen, majd igen. egy kicsikét ilyen korrepetitorságot majd adok neked, hogy kell bevenni a levegőt, stb. Megtanítalak mindenre, és az ország legnagyobb énekese leszel az egyik. Az biztos. Igen, igen, drága, igen. Irkának jó, itt nem mindent áll. No, oké, Violácskám, megyek, azt majd holnap beszélünk, gyerekek, elköszönni, de ha tudnak, beöltek benneteket. A ruhámat nyomjuk már le. Violám, már mennem kell, drága. Jó van még. De csak ezt egyet, mert reggel korán kellek, Vio. Adjatok egy kis kanalat, ha szíve szívem magamat, csak neked táncol a sok cigány, ezért ma Patin nagyon király. Áj, 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 igen, köszönöm, gyerekek, koncentrálást. Az én telefonszámomból lehet kérni, aztán majd én intézkedek Irénkével együtt. Társi Patik, mondom majd. Oké. Oké, Violán, mentem, mert van egy picike dolgom, de fogunk még majd beszélni, jó? Jó, úgyhogy Viola, nem kell is, majd gyere be majd holnap, drágám. Azt szeretném mondani, hogy a telefonszámomat senkinek ki ne add, ne zaklassanak. Ja, csapoljon is. Már zaklatnak. Telefonszámot még nem adtál, Viola. Nem tudjuk elveszíteni egymást, rendben van? Jó, rendben, Viola, de telefonszámot nem adtál még. De írtam le. Nem, még nem. Csak írtál. Írtam, kicsim, a telefonszámomat az adatlapodra. Oké, rendi, akkor megnézem, jó? Ne, akkor leírom még egyszer, jó? Oké, na szia, Violán, szia, elódó. A lakatos Ibolya is, úgyhogy te leszel én és ő, és beindulunk ilyen nagy folkrólokra. Igen. Ennyi, szevasz, és megkerüljön. Oké, Violán, oké, puszi, drágám, puszi. Puszilag, drága csillagom, vigyázz magadra, puszilag. Micsoda? Lajos, akadálmas, mi van? Húha. Miért vagy ilyen? Miért érsz ide ilyeneket, légy szíves? Kibékültünk, kész. Ne csináljátok itt a továbbiakban a barhét kettőnk között. Elég volt. Áll Facebookokról, irkáltak szegénykénnek, ugye jött ő élő videóba, leszidott, aztán jöttem én is leszittam, de kibékültünk, ez a lényege. És hagyjatok minket olyan téren, hogy nem kell továbbiakban felhasználni a fényképemet, az Irénke telefonszámával, és az Irénkének sem a fényképét, az enyémmel fejezzétek be. Úgyhogy én, mint Dildáré Mulatosó műsorvezetőjeként, nekem minden papírom megvan, úgyhogy most itt hiába csatlakozott ez az amaz, és próbáltak lejáratni. Hála jó Istenek, hogy Irénkém átgondolta a helyzeteket, és itt van, és itt volt velünk. Igen. Nem baj, hogyha óvodások vagyunk, majd egyszer felnövünk. Ennyi. A Mateszopsz az nagyon egy arja szemétáda ember, igen. A többi társával együtt ez az összes mindenki, tehát aki próbált összeveszíteni engem Lakatos Ibolyával, is ugyanúgy nem fognak győzni, mert itt győzött az igazság, és igenis az Irénkét én nagyon aranyosan fogadtam. És volt, ami volt, lehetjük. Ennyi. Nem veszem fel a telefont, mert nem szeretném. Ennyi. Privát számot nem veszek fel. Balogh Lajos, engem nem érdekel.
azt csinál, amit akar, de azért most már fejezze be, én engem nem rúgtatja a műsoromból, tudja Irénke is, hogy a legutolsó műsoromnál volt bent, én már utána mondtam neki, kicsim, véget ért a műsorom, ha akarod, akkor csinálhatunk együtt műsort, stb. Ugye ezek nem jöttek össze, mert kórházba került Irénke majd utána én, és akkor folyamatosan tiltatták a Facebookomat. Jocika, te hívsz? Akkor miért nem eresztek ki a számodat? Én nem veszek fel olyan telefonszámot, ami ismeretlen privát szám. Rendben van? Soha többé. Ennyi. Jocika, bejöhetsz ide, és itt is elmondhatod a magadét esetleg. Jó? Itt vagy, felveszlek. Tessék, hozzá vagy adva. Jó estét kívánunk. Szeretettel fogadjuk a fiatalembert. Nem fogadta el. Akkor nem tudom, hogy miért kéreckedtél be. Fogalmam sincs. Zsili és Niki. Szia. Szeretettel fogadlak. Jó estét kívánok. Töröd bárcsága kamarát te! Hogy nézel ki? Énekelj már valamit, ember! Hát hogy... Na nézd, de milyen szemtelen. Na. Hát ő hogy nézett ki? De ronda. Hát most mondd meg, ki volt az az ember, aki bejött. Na. Akkor várjuk a fiatalembert, a másikat. Ú, de csúnya volt az az ember, aki az előbb bejött. Én nem tudom, gyerekek, hogy ki volt ez, de le kell tiltanom. Nem tudom, ki volt az. Ki hív engem, ez most a kis Jocika volt, most nem tudom, most melyik jött be az előbb, fogalmam sincs. Na mindegy. Nem tudjuk, hogy ki volt az. Na, jó van, akkor sziasztok, esti live-omat befejeztem, mindenkit szeretettel üdvözlök, és puszilok mindenkit. Tehát kiderült az igazság, ez van, úgyhogy továbbiakban ne veszítsetek össze az Irénkével, ne küldjetek neki az én nevemben semmit se. Rendben? Jó. Jó van, nem tudok mit csinálni, sem előadást adni, se énekelni, semmit. És most már eljött az az idő, hogy igen, csak 21 óra, 5 perc van. Puszilok mindenkit szeretettel, és sziasztok! Jó éjszakát kívánok!